Mamája minden lépését követi, a nyíregyházi állatpark rinocérosz bébije. A kicsi november 4-én látott napvilágot. A jelenleg több mint 60 kg-os csöpség 3 hónap múlva kezdi meg a szálas takarmány fogyasztását, addig anyatejjel táplálkozik. Édesanyjának, Arunának ő az első utódja. Az egyik rekorder az emlősök között, hiszen 16 hónapnyi vemhesség után születik egy kisorszarvú. Ő kb. Olyan 40-50 kg-os testsúllyal született, és mindig rizikós, hogyha egy anyaállatnak az első borja utódja, de Aruna, a 11 éves Berlinből érkezett állatunk, mint anya, folyamatosan figyeli a kicsinyét, és nagyon jól gondoskodik róla. Az indiai orszarvú a többi rinocérosz fajhoz hasonlóan veszélyeztetetnek számít. Ezért az állatkertekben tenyészprogram keretében szaporítják őket. A bébi születése óriási szakmai siker a nyíregyházi állatpark számára. Egy végveszélyben lévő fajról van szó, ezért is nagyon fontos, hogy állatkerti körülmények között ne csak bemutassuk, hanem tenyésszük is őket. Jelenleg a világon összesen 171 egyed él állatkertekben, és ő most a 8. kisállat, aki világra jön ebben az esztendőben, úgyhogy ez hatalmas szakmai sikert jelent. Már alapvetően az is nagy dolog, hogy tenyészni tudjuk ezt az állatot, hiszen nagyon nehezen szaporodik állatkertekben. Pontosan meg kellett tudnunk, hogy melyik az az időszak, mikor összeengedhetjük a magányos életmódot élő hímet és nőstény állatot, úgyhogy nem csak a gondozók, de az állatorvosi tím is árgus szemekkel figyelte, hogy melyik az a pontos időpont, mikor a romantikus együttlétnek sikere is adódhat. Az idén 25 éves nyíregyházi állatpark számos szakmai sikert tudhat maga mögött. A születéseket tekintve azonban az idei év különlegesnek számít. Az indiai orszarvún kívül 3 hónapja egy kis afrikai elefánt is napvilágot látott Sóstón.